Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Csak a Loki, a DVSC havonta jelentkező magazin műsora. Rövid idő alatt nagyot fordult a világ a Loki kapusával, Hrabina Alexszel. A 2019 óta a DVSC kötelékébe tartozó hálóőrrel sokáig csak a fiúk csapatnál számoltak. A tavaszi szezonnyitón azonban eljött a nagy pillanat. 3 év várakozás után végre bemutatkozhatott az NB1-ben. A debütálás ráadásul elég emlékezetesre sikeredett. 2022. január 30-a örök emlék marad Hrabina Alex számára. A DVSC kapusának egy nap híján 3 évet kellett várnia arra, hogy bemutatkozhasson a Loki első csapatában. A Kisvárda elleni szezonnyitó bajnokin aztán eljött az ő ideje, ráadásul hazai közönség előtt a Nagyerdei stadionban. Ez egy csütörtöki nap volt, mikor kiderült, hogy én fogok védeni. Nagy druk lett bennem, ugyebár itt vagyok, ez a 4. évem, ha úgy számoljuk. Erre a napra vártam mindig, hogy egyszer majd bemutatkozhassak a Lokiba. Úgyhogy nagyon izgatott voltam, hogy újra, hogy a Loki kapujába állhatok majd. Az izgatottság egyáltalán nem látszódott a Kisvárda elleni mérkőzésen. A kapus hatalmas védéseivel többször is góltól mentette meg csapatát. Nem túlzás azt állítani, hogy csak rajta múlott, hogy 0-0 lett a végeredmény, és pontot tudott szerezni a Loki. Hála az égnek, jól sikerült. Hát ezért dolgoztam az elmúlt 3 évben, hogy a munka kijöjjön azon a meccsen. Nagyon jó érzés volt kapott gól nélkül lehozni a meccset, ugye tovább tudtam vinni az akkori sorozatunkat, ami azóta sajnos már megszakadt. Meccs után pedig nagyon jó érzés volt bennem, hogy tudtam segíteni a csapaton akár a pontszerzésben. Itt azonban még nem volt vége. Csapattársai a meccs végén az öltözőben vártak rá. Tudták, meg látták, hogy azt a munkát, amit a 3 év alatt beletettem, az valószínűleg ki fog jönni, meg hogy nem vagyok rossz kapus. De az a retinámba beégett az a pillanat, ugye 0-0-át játszottunk. Természetesen nyerni szerettük volna, de amikor utolsóként beértem az öltözőbe, hogy akkor megtapsolt mindenki. Körbe mentem, pacsiztam én is mindenkivel, próbáltam nem meghatolni, de nagyon jól esett azért. A csavar a történetben, hogy nem ez volt az első mérkőzése az NB1-ben. A debütálásig egészen 2015-ig kell visszamenni az időben, de akkor mégis miért ünnepelték a találkozó végén az első hivatalos meccsét parádésan végigvédő Hrabina Alexet? Jöjjön hát az igazság! 2014 őszén elmentünk az utolsó fordulóban Nyíregyházával Paksra, és a pálya nem volt alkalmas a meccsre, amit elhalasztottak 2015 tavaszára. De ugye ez egy őszi fordulót vittek át tavaszra, és ugye akkor azt hiszem, hogy 11 játékost elküldtek télen, és 8-at igazoltak tavaszra, és ugye a szabályok értelmében nem játszottak az új játékosok, és így éppen 13-an vagy 14-en maradtunk, már most ezt pontosan nem tudom. És még csak nem is ez a legfurcsább az egészben. Tudtunk csak kiállni, hogy a Balogh Jani védett, aki most ugye az Akadénál a kapusedző, a másik kapustársa volt a csatár, én pedig megérkeztem a 85. vagy 86. percben, mint támadó. Ha pedig már ott volt, nem tétlenkedett, ő is kivette a részét az 1-1-es bravúr döntetlenből. Jól emlékszem, egy darab labdaszerzésem volt, amit utána lesrepasszoltam, úgyhogy inkább maradnék a kapuba. Na de vissza a Lokihoz. A Nyíregyháza után játszott Budaörsön, Békés Csabán, Szolnokon, és végül a harmadosztályú Cigánd együttesétől vezetett az útja Debrecenbe. Mikor ide kerültem, akkor a harmadosztályból jöttem, tudtam, hogy nem lesz egyszerű dolgom. Mindig is remek kapusok voltak előttem, ugye akkor a Nesenyi volt az első számú kapus. A Tamás Kosicki ugye már itt volt akkor is. Tudtam, hogy sokat kell majd dolgoznom, hogy bekerüljek a kapuba. Élvonalbeli bemutatkozását kapusként, ráadásul egy sérülés is hátráltatta. Visszatérése után a Kislokiban védett a harmadosztályban, ott építette fel újra magát. Újra el kellett kezdenem behozni a hátrányomat, ami sikerült. Folyamatosan védtem a második csapatba, a klub ezen a szinten próbált úgymond menedzselni, hogy azért játékban maradjak. Aztán, amikor megjött a lehetőség, akkor úgy tudtam beállni a kapuba, hogy ha azt nézzük, igazából kész voltam. 26 évesen végre tényleg minden a számításai szerint alakul, profi pályafutása során először. Úgy érzi, megérkezett oda, ahová mindig is vágyott. Pályafutásom alatt ez a legszebb időszakom, ugye NB1-ben a Loki kapusa lehetek, kiskoromban is. Attól függetlenül, hogy Nyíregyházi vagyok, mindig is szerettem a Lokit, ugye hát amikor én voltam fiatal, a Loki volt a többszörös bajnok, ugye aki BL Európa Ligába játszott. Aztán nekem ez egy óriási megtiszteltetés, hogy most úgy néz ki, hogy én vagyok a kapusuk.
És ha az ember egyszer megtapasztalja, milyen a kezdőcsapatban szerepelni, akkor már nem szívesen elégedne meg kevesebbel a folytatásban sem. Persze nagyobb a felelősség is, de Rabina Alex készen áll a kihívásra. Most próbálok beragadni a jó teljesítményemmel, próbálok minden meccsre. Minden meccset úgy kezdem el, hogy kapott gól nélkül hozzam le, ugye? Akkor már egy pontunk biztosan van. Ilyen rövid távú céljaim vannak. Most ez, hogy beragadjak, aztán akkor utána elkezdünk építkezni szépen, hogy például minél több meccset nyerjünk, minél feljebb legyünk a tabellán, és szeretném, ha ezt hozzá tudnék járulni. A DVSC meccseit elnézve alig ha túlzás azt mondani, hogy a csapat bennmaradásához valószínűleg nagy szükség lesz Rabina Alex további bravúrjaira is. Egy játékos mentális és lelki állapota nagy hatással van a pályán mutatott teljesítményére is. Ebben nincs vita a szakemberek között. A sportpszichológia hazánkban is egyre hangsúlyosabb szerepet kap. A DVSC labdarúgó akadémia játékosaival 7 éve Bíró Zsolt foglalkozik, aki tavaly nyár óta már a felnőtt csapat munkáját is segíti. A kisgyermekektől a fiatal felnőttekig több száz sportoló pallérozódik a DVSC labdarúgó akadémiáján, azzal a reménnyel, hogy bemutatkozhat a profik között. Egy tavalyi felmérés szerint a serdülőjátékosok csak nem 90%-ának az az elsődleges célja, hogy a Loki első csapatában játszon. Hogy erre végül ki lesz alkalmas, sok tényező függvénye, ezek egyike a mentális felkészültség. A fiatalokkal emiatt 2015 óta foglalkozik szakember. Bíró Zsolt sportspecifikus végzettséggel egykori iskolapszichológusként került az akadémia kötelékébe. Az én munkám is elsősorban ebből gyökerezik. Lényegében a célok ugyanazok, az alapelvek ugyanazok. Mentálhigiénés céljaink vannak, és erre épül a sportpszichológiai munkám. Alapelveink az, hogy alapvetően preventív szemlélettel dolgozunk, tehát hogy nem akkor lépünk be feltétlenül, amikor nagy baj van, olyat is tudunk, de a prevenció a lényeg. Bíró Zsolt tavaly nyár óta a felnőtt csapattal is dolgozik. Azt mondja, amikor 12 éve először fogadott sportolót, elképzelhetetlennek tartotta, hogy egyszer teljes állásban sportpszichológusként dolgozzon, de ma már szinte természetes a hasonló szakemberek jelenléte a profik között. A Lokinál kezdetben például állapotfelméréssel és csoportfoglalkozással igyekezett megismerni a keretet, azóta főként akkor segít, ha külön igény mutatkozik rá. Azt vallja, hogy mindig az edzővel közösen gondolkodva kell dolgozni, ebben Joan Carillo partner. Korábban ő is dolgozott a pszichológussal, külföldön is, tehát van tapasztalata abban, hogy mit várhat egy sportpszichológustól, és ez az én munkámat is megkönnyíti. Rendszeresen egyeztetünk, kikérjük a véleményemet kisebb-nagyobb dolgokban. Mindig azt szeretem, amikor már a kisebb dolgokban is kikérjük a véleményemet, mert ez azt jelenti, hogy jól tudják használni a pszichológust. A szakember szerencsésnek tartja magát, mivel az akadémiai munkájának köszönhetően végig tudja követni a fiatalok útját a gyermekkortól a felnőtt csapatig. Utóbbi már teljesen más közeg, mint az utánpótlás. Egy érett játékos ugyanis a tapasztalatainak köszönhetően könnyebben fel tudja dolgozni a siker, illetve a kudarc élményeket, amire egy kamasz még nem képes. Számtalan olyan eszköz ismer, amivel a sportpszichológia dolgozik, egyszerűen magától jött rá, akkor is, ha soha nem dolgozott sportpszichológussal. És nagyon fontos tudni azt, hogy másra van szüksége akár egy 30 éves játékosnak, és másra egy 18 évesnek. 18 évesen még lényegében serdülő, éppen egy nagyon fontos átmeneti korban van, és erre külön figyelünk, hogy hogyan tudjuk segíteni őket az akadémiáról a felnőtt csapatba. A késői serdülő vagy korai felnőtt korban ugyanis az úgynevezett pályaválasztási krízist élik meg a játékosok. Felmerül bennük a kérdés, hogy kezdhetnek-e kettős karriert folytatva tanulmányaikat, és egyáltalán elég tehetségesek-e ahhoz, hogy megragadjanak a legjobbak között. Ilyenkor elveszítik sokszor ezek a 18 éves srácok azt, hogy ami addig vitte őket, kiváló labdarúgó akar lenni, külföldön akar játszani, és bejön a valóság. És a valóság az, hogy nagyon-nagyon meg kell küzdeni azért az NB3-ért is, NB2-ért, és az NB1-ről ne is beszéljünk. Tehát, hogy aki tudja aktualizálni a céljait, az szintén meg tud maradni utána a sportban. Bíró Zsolt szerint egy edzői vélemény vagy egy magánéleti probléma gyakorlatilag le tudja nullázni egy felnőtt játékos teljesítményét is, ugyanakkor a rendezett háttér önmagában nem tesz csodát. Mindennek az az alapja, hogy meglegyen a fizikai, taktikai és technikai felkészültség. Ha ezek megvannak, akkor én abban tudok segíteni, hogy ki tudja hozni magából a maximumot, azt, amivel ő egy hosszú távon stabilan tud teljesíteni. És ebből is látszódik, hogy
a teljesítmény problémák, a teljesítménynek a hullámzása, az nagyon gyakran leginkább mentális, pszichológiai problémát jelez a játékosoknál. Ha egy játékos ilyen alapvető problémákra nem talál megoldást, fokozódhat a kiégés veszélye. Ekkor a labdarúgó nehezen fogalmaz meg magának célt, értelmét veszti számára a profi sport. Egy-egy rossz tapasztalat miatt könnyen kerülhet negatív spirálba a játékos. A foci abban egy nehéz sportág, hogy itt nagyon éles a különbség sokszor, nagyon élesen észlelik a különbséget a játékosok és az edzők a kezdő és a cserejátékosok között. És hogy ennek a krízisét megélni, amikor valaki tényleg 2-3 hónapig nem játszik, vagy csak pár percet játszik. Míg korábban esetleg egy kiemelt játékos volt másik klubnál. Ennek a krízisét nagyon sokszor úgy látom, hogy sportpszichológussal tudják megoldani. Bíró Zsolt úgy látja, minden probléma egy lemorzsolódási lehetőség vagy kilépési pont az élsportból, de egyben döntéshelyzet is, hiszen a játékoson múlik, hogy felveszi a kesztyűt és küzd tovább a céljaiért, vagy feladja. A szakember célja, hogy a DVSC-nél minél többen döntsenek a folytatás mellett. Újabb 2 éven át a német nagyvállalat, a Schaeffler lesz a DVSC kézilabda csapatának névadó szponzora. Mindezt sajtótájékoztatón jelentették be a minap, ahol az is elhangzott, hogy a klub együttműködési megállapodást kötött a Dunaújváros csapatával. A következő idénynek a mostaninál is erősebb kerettel és még komolyabb célokkal vág neki a Loki. 45 gólt szerezve győzték le a Szombathely csapatát a DVSC Schaeffler női kézilabdázói az NB1 legutóbbi 15. fordulójában. A Loki az első perctől kezdve magabiztos játékkal nyerte a sereghajtó ellen, és továbbra is őrzi 3. helyét a tabellán. A kiváló teljesítmény a csapat névszponzorát is meggyőzte. A Lokit 2018 óta támogató német Schaeffler nagyvállalat újabb 2 éves szerződést kötött a klubbal. A DVSC Schaeffler bebizonyította, hogy a közös értékek mentén fáradhatatlanul küzd a jobb és jobb eredményekért, és a sport nemes értékein túl a Schaeffler márkát is méltóan képviseli. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a eddigiektől eltérően egy 2 éves szponzori szerződést kötünk. A sajtótájékoztatón a Loki egykori közönségkedvence Bulat Anita is részt vett a Dunaújváros képviseletében. A DVSC és a Kohász ugyanis együttműködési megállapodást írt alá még sikeresebb jövő reményében. Az együttműködés az arra született, hogy azon játékosok, akik a DVSC-ben nem tudnak megfelelő játék lehetőséghez jutni, és az NB1B, a másodosztály már kevés nekik, a Buliék segítségével játék lehetőséghez fognak jutni az első osztályban. Ennek első lépéseként 2 fiatal debreceni, Arany Rebeka és Pocetnyik Luca a következő szezontól a dunántúli csapatot erősíti majd. Borgyos Panna már idén a Kohásznál szerepelt kölcsönben és marad a következő idényre is. A partnerséggel a klubok mellett a játékosok is jól járnak, hiszen rendszeres játék lehetőséghez jutnak az élvonalban. A magyar NB1-ben talán nincs is ilyen megállapodási szerződés 2 NB1-es klub között. Nekünk hiány pozíciókra fognak érkezni a játékosok, úgyhogy a lehetőség megadott lesz nekik. Úgyhogy tényleg én azt tudom mondani, hogy ez egy jó lehetőség lesz a számukra is, a Dunaújváros számára, a Debrecen számára, a magyar kézilabda számára. A döntést a vezetőedzővel egyetértésben hozták meg a klub vezetői. Szilágyi Zoltán természetesen figyelemmel kíséri majd a lányok pályafutását, jó teljesítmény esetén pedig várja őket vissza Debrecenbe. Azokat a játékosokat, akik itt nevelődtek, itt mutatkoztak be akár NB1-ben, a több játék lehetősége miatt az, hogy tényleg stabil és jó teljesítményt tudjanak hosszú távon mutatni, és ezt be tudják bizonyítani, a Dunaújváros az teljesen egy jó és megfelelő hely a számukra. Az együttes magja együtt marad a következő idényben is, néhány változás azonban lesz a keretben. A 2 kölcsönjátékos mellett Csapó Kira, Szabó Dóra és Alexandra Vukály Lovics sem marad a DVSC kötelékében. Próbáltuk azokat a pozíciókat erősíteni, ahol úgy éreztük, hogy gyengébbek voltunk, vagy oda erősödnünk kell, és ugye arra tervezünk, hogy a következő évben a Nemzetközi Kupában is, ha ez a bronzérem most megvan, akkor a következő évben a cél az, hogy ezt a bronzérmes pozíciót megerősítsük, és a Nemzetközi Kupában kezdjünk el fejlődni és előrelépni. Nyáron érkezik a válogatott balátlövő Kácsor Gréta, a jobb átlövő Hámori Consuela, a jobb szélső Töpfner Alexandra és a francia válogatott kapus Catherine Gabriel. Előbbi 2 játékost jól ismeri Szilágyi Zoltán is.
A döntést megkönnyítette az is, hogy mondjuk Ácsor Grétával és Hámori Konszuélával dolgoztam már együtt, 5 éven keresztül, az nem csak egy edző életében, főleg egy játékos életében, inkább így mondom, hogy az egy nagyon hosszú időszak, és hát tudom azt, hogy mire képesek. A DVSC évről évre folyamatosan erősödik, és a célok is egyre merészebbek. Jövőre már a dobogós helyezés lesz a minimális célkitűzés. A DVSC kézilabda csapatának saját nevelésű tehetségei közé tartozik Petrus Mirtil. A fiatal szélső számára a tavalyi év jelentette az áttörést. Azt mondja, már a felnőtt csapat teljes értékű tagjának érzi magát, és ezt a pályán is bizonyítja hétről hétre. Gyakran sétál a debreceni nagy erdőben Petrus Mirtil. Állandó kísérője egy 4 éves mops, Nati. A gazdi szerint kedvence, amilyen kistermetű, olyan energikus. A fiatal kézilabdázó sok időt tölt vele, mint mondja, mindig is szeretett volna egy kiskutyát. Először a szüleim nem engedték nagyon sokáig, mert hogy sok felelősséggel jár, nekik kell majd gondozni, meg ilyenek. Aztán 16 éves lettem, és akkor mondtam, hogy na, most akkor biztos, hogy veszek magamnak egyet szülinapomra, de végül megkaptam. Szörcsög, röfög, horkol. Amúgy igazából ennyi probléma van vele, de ezeket én mindegyiket szeretem. És már, hogyha nem otthon alszok, véletlen nem vele, akkor már hiányzik, hogy valaki horkoljon onnan előlem. Mici egyébként társasági embernek tartja magát. Arra például különösen figyel, hogy Nati mellett a szeretteivel is sokat legyen együtt a szabad idejében. Én nagyon szeretek a családommal lenni, apukámmal nagyon sok időt töltök, meg a barátaimmal is. Igazából mindig programozunk valamit, vagy megyünk valahova, vagy otthon éppen sütögetünk, és akkor úgy egy nagy beszélgetést csapunk, igazából ezek szoktak lenni, amik így lekötnek. A 20 éves szélső ezzel együtt a felnőtt csapat öltözőjében inkább a csendesebb játékosok közé tartozik. A pályán viszont egyre inkább felhívja magára a figyelmet. 2,5 éve debütált az első osztályban, azóta folyamatosan javul a teljesítménye. Ebben az idényben 13 meccsen 23 gólt szerzett az NB1-ben. Szerintem, aki maximalista is, minden játékosban van egy ilyen. Sosincs megelégedve teljes mértékben önmagával. De attól függetlenül, hogyha reálisan nézem, szerintem sokat fejlődtem, és próbáltam mindig a maximumot nyújtani. Úgy érzi, mostanra minden tekintetben sikerült megszoknia a felnőtt kézilabdát. A játékát tekintve legkevésbé a védekezésével elégedett, ugyanakkor azt mondja, ebben is sikerült előrelépnie. Az elején azért ott nem találtam annyira a hangot, ezért ott fejlődnöm kellett, sőt még most is nagyon sokat kell, és most érzem talán, hogy elkezdődött az, hogy a védekezésben is megtaláltam azt, hogy merre kell mennem, merre kell mozognom, mikor kell besegítenem, vagy éppen szerre mikor kell csapdáznom. Fejlődésében szerinte nagy szerepet játszik a DVSC és Szilágyi Zoltán filozófiája, aminek alapja, hogy maximálisan bíznak a saját nevelésű fiatal játékosokban. Mici szerint a vezetőedző kemény edzéseket vezényel, de úgy érzi, jól megértik egymást. Nagyon szeretek vele dolgozni, hisz egyébként amellett, hogy nagyon jó edző és taktikusan felépítette a csapatot, és segít nagyon, külön edzések végén is van, hogy tanácsot ad, és emellett egyébként szerintem emberileg is nagyon jól megtalálta velünk a közös hangot. Petrus Mirtil úgy érzi, erre a szezonra tudott igazán kiteljesedni. Időre volt szüksége ahhoz, hogy újoncként beilleszkedjen az idősebb közösségbe. Ma már a fiatalok mellett a rutinos csapattagokkal is jól kijön. Nem volt nehéz a beilleszkedés, mert mindenki nagyon kedves volt, viszont attól függetlenül nyilván, hogy teljes mértékben a csapat része legyek, azért kellett egy év, hogy ezt érezzem, de ez az év már nagyon-nagyon kellemes, és nagyon megtaláltam a csapatban a helyemet. A szélső számszerű célokat nem fogalmazott meg magának a szezon hátralévő részére. A legfontosabbnak azt tartja, hogy kiegyensúlyozott teljesítménnyel szilárdítsa meg a helyét a kezdő csapatban. Hogy mennyire támaszkodnak Debrecenben az utánpótlásra, azt az is bizonyítja, hogy a klub nemrégiben újabb saját nevelésű játékossal kötött profi szerződést. Az ifjúsági Európa-bajnok Panyi Anna is csatlakozott az első csapat keretéhez. A fiatal átlövő évek óta az utánpótlás csapatok vezére, és hosszú távú célja, hogy a felnőttek között is alapemberré váljon.
Tavaly még csak egy-két alkalommal vett részt a felnőtt csapat edzéseim Panyi Anna, idén viszont állandó kerettagként már folyamatosan a nagyokkal készül. A DVSC Kézilabda Akadémia saját nevelésű játékosa teljesítményének, szorgalmának, na meg tehetségének köszönhetően kiérdemelte azt, hogy az egyesület vezetői 2,5 éves profi szerződést kínáljanak neki. A fiatal átlövőnek nem kellett sokat gondolkodnia a döntésen. Meg is lepődtem, de egy kicsit számítottam is rá, mert ugye nekem az utolsó évem is érettségizek, és ugye nekem a kézilabdától függ attól, hogy én merre fogok, melyik egyetemre fogok jelentkezni. Megkeresett ugye Zsolt meg Kitti, már szeptember-október körül is beszélgettünk erről, és akkor december végén leültünk, megbeszéltük, kaptunk ugye haladékot, anyáikkal is megbeszéltük, és így döntöttem. A 17 éves játékos annak idején azért kezdett el játszani, hogy egyszer a kézilabda legyen a hivatása. Az, hogy komolyan számolnak vele a Lokinál, fontos visszacsatolás volt a számára. Megvolt az első lépés, de természetesen itt nem szeretne megállni. Az egyik nagy álmom volt, hogy egy profi szerződést egy NB1-es csapatba kaphassak, és megállhassam majd egyszer a helyemet, és ezt a szintet is elértem, eljött, de nyilván nem fogok megállni, és meg fogom hálálni, és még több munkát fogok beletenni, amit eddig csináltam, és menni fogok tovább. Anna a felnőtt NB1-ben 2020 őszén 16 évesen a Békés Csaba elleni hazai mérkőzésen mutatkozott be, rögtön góllal. Első felnőtt évében 10 bajnokin 4 gólt lőtt, és idén is jutott már neki 3 meccs. A felnőtteknél szerzett tapasztalatait az IFIK-nél is kamatoztatja, ahol évek óta alapembernek számít. Amikor lemegyek, akkor próbálom azt átvinni, azt a lendületet, azt az agresszivitás védekezésben. Segítek én is a lányoknak, és amikor meg ide fent vagyok, akkor én is próbálok ellesni egy-két trükköt, egy-két mozdulatot. Panyi Anna leigazolása nem egyedülálló a klub házatáján. Az elmúlt időszakban több fiatal debreceni játékos kapott profi szerződést. Úgy gondolom, ez mindenképpen egy jó irány, jó út, és egy motiváció is azt gondolom a többi akadémistának, aki ugye itt edzés pallérozódik az akadémiánkon, hogy igenis oda lehet érni egyébként így a felnőtt csapat környékére. Természetesen ehhez nem csak tehetségre van szükség, hanem ugye alázatra, kőkemény munkára. A korábbi kiváló játékos természetesen hasznos tanácsokkal is ellátta Annát a tűzkeresztség előtt. A felnőtt csapat másodedzője lévén ráadásul folyamatosan szemmel tartja a játékost. Amit ők már meg tudnak csinálni a saját korosztályukban, mondjuk ugye az edzéseken, azt itt nem valószínű, hogy meg fogják tudni csinálni azért ugye felnőtt játékosokkal szembe. Tehát azt gondolom az első és legfontosabb az, hogy arra figyelni, hogy azért ne legyenek ettől szomorúak, vagy ne vesse vissza őket ez semmiben. Azt gondolom, hogy erre mindenképpen kell figyelni, de én is úgy tapasztaltam, amikor ugye fiatal voltam, meg itt is látva ugye a lányokat is ismerem őket, hogy mindenben segítenek. A nagyok támogatását természetesen Anna is érzi és ösztönzőleg hat rá. Célja, hogy hétről hétre bizonyítson, és minél több játék lehetőséget kapjon az NB1-ben. Nehéz ennyi évesen azért megállni a helyemet. Nyilván tudom, hogy még nem kulcsfontosságú szerepet fogok kapni, de majd nyilván az idő meg fogja ezt oldani. Én meg addig szépen tanulok a felnőttektől, a profiktól, és egyszer én is oda el fogok jutni. Ez a célom. Nagy tervekkel készül a profik közé, de előtte még szeretné eredményesen lezárni az utánpótlás éveit. Tavaly tagja volt az ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar válogatottnak, idén pedig világbajnokságot rendeznek a korosztályában. Nálunk nyáron az ifi VB fog jönni Grúziában, és hát az a cél Csenyeszki Liliánával, hogy ismételten bekerüljünk a keretben, és ott leessünk, és hogyha én is szerepet kapok, akkor igenis megmutathassam, hogy miért vagyok ott. Egy ifjúsági világbajnoki aranynál pedig aligha kell jobb ajánlólevél a felnőttek közé. Játékunk következik. A klub támogatásával adásról adásra értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik helyes választ küldenek be az általunk feltett kérdésekre. Lássuk az e-havi feladványt. Játsszon a Csakalokival és nyerjen! Melyik csapatban debütált mezőnyjátékosként az NB1-ben Hrabina Alex? A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk március 18-áig. A helyes választ beküldők között egy Loki ajándékcsomagot sorsolunk ki.
Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Mikor lett világbajnok a brazil válogatottal a DVSC Schaeffler új játékosa Deonise Facchinello? A helyes válasz 2013-ban. Előző játékunk nyertese Bagi László. A DVSC magazin műsorát látták, legközelebb 4 hét múlva találkozunk. Addig is hajrá, Loki, viszontlátásra!